És akkor egy kérdés, amit mindig munkavédelmi képviselőknek felteszem. Tegyük fel, hogy ott, ahol te dolgozol, épületfelújítás van, és hát a korlátot így rögzítik, egy ilyen kis lágy húzallal oda van erősítve az állványhoz a korlátelem. Valaki nekidől a korlátnak, leesik, sajnos ott marad. Neked, mint munkavédelmi képviselőnek mi a felelősséged? Vagy máshogy megfogalmazva, mi az, amiért téged a bíróság el tud ítélni, mint munkavédelmi képviselő? Van egy nagyon fontos tény. Téged, mint munkavédelmi képviselő nem terhel munkavédelmi felelősség, mert nem vagy munkavédelmi szakember. Tehát neked nem kell tudni azt, hogy hogyan kell az állványt rögzíteni. Nem kell tudni, hogy mikor kell statikai tervet készíteni a gyárványhoz. Viszont te, mint jó gazda, amikor mész egy területen és körbenézel, neked észre, vagy feltűnhet az, észreveheted azt, hogy igen, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. De ilyenkor célszerű beszélgetni a kivitelezővel, a műszaki vezetővel, a munkavédelmissel, hogy egy ilyet láttál, ilyet tapasztaltál, hogy mi az, amiből gond lehet. És nagyon fontos ez, hogy nem kell megijedni, hogyha történik egy munkabaleset, akkor téged felelősségre fognak vonni. Nyilván vannak az általános felelősségi tényezők, tehát a hamis tanúzás, a tények eltitkolása, egyebek, viszont téged, mint munkavédelmi, nem vagy munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szakember. Tehát ezért nem ítélt el a bíróság. Egyébként érdekes, az állványon dolgozó úriemberhez oda mentem, és kérdeztem, hogy jól van-e ez az állvány rögzítve. És mondta, hogy persze, hát ez megtartja. Mondom, jó, oda voltak már készítve zsákos anyagok, a munkához, akkor egy zsákot dobjon már fel a vállára, és dőljön már neki úgy az állványnak. És mondja, hogy hát úgy nem fog megtartani. Na miért? Az állvány azt tudja, hogy mikor kell megtartani, meg mikor nem. Most onnantól kezdve már a munkavállaló is érezte, hogy igen, ez nem biztos, hogy ez egy jó megoldás. És nagyon fontos, hogy munkavállalóban kialakuljon az, hogy tényleg biztonságban szeretnék lenni, és biztonsággal haza szeretnék menni a munkából.